Angol-spanyol nyelven kommunikálnak a gondozók a Nyíregyházi Állatpark új Spanyolországból érkezett lakójával. A Jambó nevű 20 éves afrikai elefánt az Európai Fajmegőrzési Program keretében utazott sóstóra, azzal a nem titkolt céllal, hogy tenyészpikává váljon. A Nyíregyházi Állatpark élen az afrikai elefánt tenyésztésében, hiszen 2000 óta mutatunk be és tenyésztünk állatokat. Ez idáig itt négy kis elefántború is napvilágot látott. Maga a faj igazi legleg, -leg -leg, hiszen a legnagyobb szárazföldi emlősről van szó. Egy bika akár 5 tonnás is lehet, ráadásul a vemhesség idő is 22 hónap, sőt egy bébinek az első napján a testtömege 100 kg hogy gördülékenyé váljon az otthonná válás folyamata, először a nyíregyházi gondozók mentek Valenciába. Itt megismerték az állatot, a szokásait, a vezényszavakat, majd a spanyol gondozó is meglátogatta Jambót, hogy segítsen megszoknia az új lakóhelyét. Ehhez a másik két elefánt is nagyban hozzájárult. Még ilyenkor szaporodási időszak nincsen, tehát Kvanzának a nőstény várjuk meg az ivarzási időszakát, de már azt most látjuk, hogy nagyon szimpatizál egymással a hím és a nőstény állat. Ormánytapogatások vannak, egymáshoz simulások vannak, sőt eleinte, amikor még Jumbo ismerkedett a külső és belső kifutó rendszerrel, Kvanza lombot vit neki szerelmei képeként, úgyhogy jól látszódik, hogy, hogy befogadta a egyházi csapat az új állatot. Az afrikai elefántok zöldséggyümölcsfélével táplálkoznak, de a nyíregyházi állatparkban óriási mennyiségben naponta 150 kg szénát is fogyasztanak. Súston az országban egyedülálló módon afrikai és ázsiai elefántokat is bemutatnak.